Attila udvarába 12 idegen koronás király van. Behívta az idegeneket? Behívta az idegeneket? Hát Detre a Szász, Önegészius, hát csak a nevéből indulunk. Egyébként lehet, hogy magyar volt Önegészius, de teljesen mindegy. Egy nyelvű, egy szokású udvara volt Attilának? Nem, világkirály volt. A világnak ő volt a király. Na most a képes krónikában megjelenik Attila király, gondolom tudjuk Nagy Lajos király számára készült. Tehát itt megint van egy könnyítés, hogy Nagy Lajos leányágon, az Árpádháza Turul nemzetség leányágán kerül Magyarország trónjára, 1301. január 14-én, harmadik András személyében az utolsó aranyágacska is letörik, de ez az aranyágacska az atyai törzsökről sarjat utolsó aranyágacska. De Attila király nemzetségének vére még a Vigaszágon, a leányágon még tovább megy. És itt lehet látni egy nagyon szép és pontos jelenséget, hogy bizony mindig Attila a példa. Mert a képes krónikában is Attillával indul, hát van előzmény Szkítia, ott is megjelenik Nimród, tehát megvan a szkíta őstörténet, de az, hogy a Jézus születésével induló világhónapban egy magyar királynak hogy kell viselkednie, király számára készült a képes krónika, na erre egy nagyon jó példa. Tehát nem arra példa, hogy a nádornak hogy kell viselkednie, Hortobágyon a táltos pásztornak, hanem a királynak hogy kell, akit a Szent Koronával megkoronáztak, mert ha ő jó király, akkor táltos is, és tényleg nagyon sok mindent tud. Na most 7 kép örökíti meg Attilát a képes krónikában. Ez a 7 kép nem nehéz kitalálni, hogy bolygó szerepkörökben örökíti meg a világurát. Hát ha valahol 7 kép jelenik meg, és valaki véletlenül nem tűnődik el azon, hogy esetleg egy 7 bolygórendszer megszemélyesítése tetten érhető, vagy nem érhető tetten, akkor még azért végig lehet gondolni a dolgot. Márpedig ez a kor kozmikus, hogy úgy mondjam, tónusokkal fogalmazott. Itt lehet egy nagyon érdekes dolgot látni, és ez pedig az, hogy egy A betű belsejében jelenik meg Attila, és aki készítette ezt a diaképet, nézzük meg, az egy nőszemély volt. Véletlenül valahogy 20 évvel ezelőtt készült, úgy készítette el a diaképet, hogyha sejtésem, lehet, hogy a hű valamelyik ujját ott hagyta. De szerencse, hogy ott hagyta maradandó értékként, mert a méreteket úgy lehet érzékelni. Hát gondoljuk végig, hogy Attila arca az gyakorlatilag egy ekkora területen szinte már elvész. Hát miniatúra. Mind a mai napig nem tudják, hogy a képes krónika miniatúrái hogy készültek. Mert minél nagyobb felbontásban látjuk, annál több részlet jön elő. Na most, ha a kortárs miniatúrákat vizsgálunk, széniai műhelyből, párizsi műhelyből, bolonyai műhelyből, tényleg az ember már oda van, hogy hú, mekkora kitekintés, lehet vizsgálni, csak nagyítani nem szabad. Miért? Mert szétesik. Kiderül, hogy nincs ott semmi. Ezt a világ végéig lehetne, és a csillagos égboltot be lehetne borítani, akkor is Attilát látnánk Attila vonásaival. Na most van egy nagyon zseniális, hogy úgy mondjam, húzás itt a képen, ugyanis az anno az hát nyilván az időszámításra utaló jelzés, anno domini az úrnak ebben és abban az évében, és most gondoljuk el, hogy ez mit jelent. Az időszámítás királyi szinten és népnemzeti szinten Attilával kezdődik. Szegény Szent István, miért nem csapott rá a piktornak és a krónikásnak a kezére? Szegény mi, hogy hiába van 1000 példa, 6 ujjú Jézuska a Kárpát-medence templomi fal festészetében, 6 ujjú apostol, hiába jelennek meg emberszemű lovak Szent László király alatt. A Szent István kiirtotta a táltosokat. És az emberszemű ló a te fejedben? Hát egy ló, akinek ember szeme van. Hát véletlenül nem tud megszólalni.
Hát gondolom tudjuk, hogy a táltosoknak az egyik legfontosabb tulajdonságuk nem hiánya van, hanem töblete. Vagy több fog, vagy több új. Hát hogy jelezzen valamit? Hát a középkor az nem idióták kora, hogy Piktor fest és odaírja, hogy táltost akartam megörökíteni. Ezért senki ne gondolja, hogy az egyik lábúj után, a másik, a harmadik, a negyedik, az ötödik után éppen meghúzták a harangot, én eszméletlemet vesztettem, elfelejtettem, hogy mit tettem, és még egy lábújat odafestettem. Hát tele van a Kárpát-medence. Hát már mi magunk írtogatjuk az értékeinket, hogy mondani szokták ilyen nagyon magyaros szövegek környezetébe. Na egy biztos anno elindítja, és ott van egy szó, hogy ab inkarnáció ne. Na most ez nagyon kemény dolog, mert ez azt jelenti, hogy az Úr testetöltése, megtestesülése, az Úr megtestesülésének. Na ez a zseniális húzás. Miért? Mert aki ott megtestesül úrként, kicsoda? Attila. De fogjunk föl valamit. Vannak korok, ahol elég ennyi. Nem kell külön glória, nem kell külön válveregetés, nem kell külön, hogy úgy mondjam, aláírni, amit a népdal mond, hogy mindenek bírája, világ megváltója. Tehát nagyon magas rangú küldetésben érkezik Attila, szinte nem is az emberi tulajdonságai határozzák meg az életét, hanem az isteniek. Na most, rózsaszín, a dobogó, sárga, a öltözet, nem nehéz kitalálni, hogy egyetlen egy bolygó van, ha másból nem, a színek világából ki tudunk indulni. Ez maga a nap. Tehát elindul Attila, nap tulajdonságok szerep körében, és a következő képen, hát ez, ha kinyitjuk a képes krónikát, akkor itt van fent a nap szerepkörben tündöklő Attila, és a másik oldalon alul pedig megjelenik Attila. Na de emlékeztet egymásra a két arc? Hát ez nem kedves Attila király, beül mondjuk-e a metró aluljárójába, vannak ilyen fényképbódék, beül és az útleveléhez készített egy fényképet. Majd azt mondja, hogy hú, a betyár mindenit útlevelem már van, de még nincs személyigazolványom. És a következő metró megállónál leszáll, beül, elkészíti a következő fényképet, és rá nem lehet a kettőre ismerni. Nem lehet rá ismerni. De ezek nem személyes portrék, hanem bolygó tulajdonságok. Egyetemes szerepkörben fogalmazza meg Attilát, és nézzük meg, kicsit nyúlt az arc, előbb kerekded volt, szőrzet, bajusz, szakál és haj, adott egy kerekded teljes szellemiséget. Sárga fényben tündökölt az uralkodó. Itt pedig nézzük meg, hatalmas fekete haj, fekete bajusz szakál, befelé húz dolgokat, nagyon hideg, nagyon szúrós, számon kérő a tekintete, és csontos az arca. Melyik bolygóra illik rá ez a, hogy úgy mondjam, megszemélytett tulajdonságkör? Tehát sötét, szigorú, számon kérő, csontos. A küszöb őrére. Hétbolygó rendszeren belül melyik a küszöbőre? Szabad szemmel még látható utolsó bolygó, az a Szaturnusz. Na itt válik izgalmassá az ügy, ugyanis elindítja nappal, ez a naprendszernek a magja, fény, hő és energiaadója, és nem folytatja a naprendszeren belül, ahogy várnánk, hogy a naphoz legközelebb a Merkur kerünk, régen ugyanúgy tudták, mint ma, hanem a legtávolabbival, a peremnek a bolygójával, a határurával jelzi, és gyönyörű a jelenség. Kapaszkodjunk meg, hogy ez mit jelent. Attila a teremtést naprendszeri tartományba úgy mutatja meg, hogy egy magyar királynak megfestik egy ősét úgy, ahogy ő a naprendszer teremtette. Tehát Attila hozza létre a naprendszert. És bizony tudni kell, ahol van lüktető energiamag, ott kell, hogy legyen héjrendszer is. Tehát a határt, a külső határt meg kell jelölni. A következő szinte emlékeztet, közeledik. Igen.
de én gyorsabb leszek, mert hamarabb fogom befejezni. Tehát a következő, visszajön ez a napsárga öltözet, emlékeztet az előző arcra, de az előző képen a szakál így zuhog minden irányból, mint egy fekete vízesés a föld felé. Itt viszont nézzük meg, mint a pártus királyoknak egy kicsit úgy szét van fésülve. Tehát nem ugyanaz, és nem is ugyanaz az arc. Megint egy bolygó tulajdonság szereplőjeként jelenik meg, és annyira jól felismerhető. Hát így tartja. Így tartja. Hát a tetejét nézzük. Ha ezt a szabját ő a hüvelybe, 18 éven felülieknek, bele akarná dugni, vagy helyezni, hát ezt nem tudná. Hát ott van a kardnak, a szabjának a hüvelye, szinte jelzi azt, hogy ne arra gondolj, amire, hogy ez most egy ilyen hétköznapi fegyver, hanem melyik égitestnek van sarlója, látványosan sarlója. Az a hold. És itt a hold szerepkörében tűnik föl. És kezd kibontakozni egy csodálatos rendszer, amit hát csillagászoknak megerősítő módon érdemes lenne végig gondolniuk a naprendszer kialakulásának vonatkozásában. Mert most a belső határúra jelenik meg, a Földhöz legközelebb a hold kerül, kering. Na most gondoljuk végig. Van egy energiaforrás, és két lépcsőben ugyanakkor pedig, hogy ne menjen szét az energia, hanem életet szolgáljon. Először a külső határ, utána pedig a belső határ. Aztán, hát ez nagyon egyszerű, Aquilea ostroma. Zárt közegben vagyunk, hadsereg, látványos erővel, karddal a kezében rohamoz, és áttör az akadályokon. Egyetlen egy bolygó jöhet számításba, ez pedig a Mars. Na most ez viszont szédületes nagy energia és erő, és van még egy miniatúra a képes krónikába, ezt nem vetítem, Velence kialakulása. Ezt megörökítik. És az ember megdöbben valami, következő bolygó szerepkörben is színre lép Attila. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Nagyon heves Mars szerepkörben. Hát Marsról mindent el lehet mondani, de hogy annak a bolygó tulajdonságnak a képviselője, hogy beszéljük meg, andalodott járással duruzsoljunk egymás fülébe, hát ahol Mars belép az életbe, ott tűz, parázs, vér, könny. Hát a véres kardnak a körbehordozása, az mikor történik? Még Mohács előnapjaiban is a véres kardot hordták körbe az országba, mert a hadak istene szólítja a fiait, a nemzet megmentésére hadba. Na most a Jupiter, mert a következő bolygónk az a Jupiter lesz. Hogy miért, majd mindjárt megnézzük. Kiderül, hogy a Mars és a Jupiter bolygója pályája között van egy övezet. Ez a kis bolygó övezet. Ha mitikusan akar az ember fogalmazni, akkor azért kerül oda ez a hatalmas törmelék övezet, mert ott egy bolygó valamikor szétrobbant. Na most honnan tudja a képes krónika festője azt, hogy a Jupiter és a Mars között van egy úgynevezett kisbolygó övezet, egy törmelékvilág, és ebből a törmelékből hozza ki Velencét. Velencének az alaptulajdonságait. Mert Aquilea lakói kimenekülnek a tengerre, és megalapítják Velencét. Na most Velencének van belső vezéreltsége? Törmelék, törmelék, egy törmelékrendszer. Pénz, 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 uzsorakamat, Kalmár köztársaság. És ha igazán veszélyes Magyarországra egy konglomerátum, az minden időben Velence volt. Na de a földi életre egy innen berobbanó kis bolygó mondjuk, egy szilánk nem veszélyes? Hát nagyon veszélyes lehet. És itt lép be a kegyelemnek az ura. Hát az, hogy miért Jupiter, az külön kérdés. Átlóra szerveződik a pajzs, ahogy itt maga előtt tartja. Évkörön belül egyetlen egy évköri egység íródik átlóra. Ez a nyilas. A nyilasban pedig a Jupiter van otthon. Viszont nézzük meg a fejét. Egyszerre emlékeztet oroszlánra, és ne ijedjünk meg, mintha még egy majom fej is áttűnne rajta.
az oroszlán és a majom az évkörön belül tengelyt alkot. A majom az a nyugati zodiákusban a vízöntő. Na most a vízöntőben pedig milyen helyzetben van a Jupiter? Rejtett erőben, és a vízöntő második holtháza, ez ugyanis nem turul madár. A képes krónika mit jelez előre, már Nagy Lajos korában? Jön egy olyan király, akinek fekete madár lesz a címere, de még körvonalazódik. És a képes krónikában, gondoljuk, Magyar László solymász könyvet ír és fest Nagy Lajosnak. Nagy Lajos az egyik legjobb solymász abban a világban. Ismerik a solymász.